Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben Székesfehérvár legendás sportolóit mutatjuk be. Tesszük ezt azért, mert szeretnék bizonyítani, és ismét, hogy mindenki a fejébe vésse, hogy Székesfehérvár nem csak a királyok városa, nem csak a gazdaság, a kultúra városa, hanem a sportvárosa is. Az is volt, és jelenben is az, és azt szeretnénk, hogy mindenki egy kicsit visszaidézze önmagában a múltat. Vendégem pedig Korányi Balázs. Tisztelettel köszöntelek. Jó estét, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Közép- és hosszú távfutó, olimpikon, Európa-bajnoki bronzérmes, fedett pályás világbajnoki negyedik, és nemrégiben még mondhattam volna azt is, hogy a 800-as magyar csúcs birtokosa. Nos, hát arról kell, hogy beszéljünk. Ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy a Reuters magyarországi tudósítója jelenleg. No, kezdjük az alapoknál. Amikor valaki sportágat választ fiatal gyermekként, akkor mi az elsődleges motiváció? Az én motivációm az volt, hogy inkább anyukám motivációja az volt, hogy ne legyek otthon, ne legyek a lakásban, legyek bárhol, csak ne otthon. Úgyhogy én szerintem egy viszonylag tipikus karriert futottam be. Ifjoncként csináltam mindent. Karatéztam, öttusáztam, úsztam, kajakoztam, és a vége lett az atlétika, viszont az teljesen véletlenül. Ugyanakkor ne feledjük, hogy a te életutad, illetve a családod életútja összekapcsolódik olyan szempontból, ami rányomja a bélyegét nyilvánvaló a pályafutásodra, hogy az Egyesült Államokban nőttél fel bizonyos értelemben, és ott kezdted el tulajdonképpen az atlétikát is olyan szinten, ami aztán a később az elitbe vezetett. Így van. Az Egyesült Államokban a sport és az iskola egybe kapcsolódik. Minden iskolának van több tucatnyi sportcsapata, és teljesen természetes, hogy a diákok iskola után nem hazamennek, hanem sportolnak valamit. Volt egy atlétika csapatunk, akkoriban nem tudtam még nagyon jól angolul, és azért lettem atléta, mert ez volt az egyetlen sport, amihez nem kellett a nyelvtudás. Irányba állítottak, ott a pálya, tessék menni, amikor futunk, kövesd a többieket, és így lettem atléta. Sokkal később derült csak ki, hogy tehetségem is van hozzá. Akkor én ezt úgy fogtam fel, mint egy szociális foglalkoztató társaság, jól éreztem magam a többiekkel. Ugye akkor 1987-et írtunk, és mindössze 13 esztendős voltál. Tehát ez egy fontos, hiszen akkor nyílik meg a világ egy fiatal gyermek előtt. Mi az, amit kaptál ott? Hiszen ahogy az imént említetted, teljesen mások a viszonyok bizonyos értelemben, és ez a sportra is igaz. Mit kaptam Amerikától? Inkább azt mondom, hogy mit kaptam a sporttól. A sport adta meg az egész ifjú életemnek a keretét. Egyrészt ugye a sport meg az oktatás egybefonódott, és akkor sportolhatott az ember, hogyha a tanulmányi teljesítménye is megfelelő volt. Tehát ugye a sport motivált arra, hogy tanuljak, és a tanulás megmotivált arra, hogy sportoljak. Ez egy nagyon fontos lánc. A sport pedig, ugye, ahogy kiderült a tehetségem, egyre inkább az életemnek a központi szereplője volt. Minden a sport köré szerveződött, ez megtanított engem arra, hogy rengeteg feladatot egyszerre tudjak csinálni, hiszen sportolni, tanulni, aztán mellette még az egyetemi évek alatt dolgoznom is kellett, ezt mind rendszerben tartani, az egy nagyon, nagyon kemény munka volt. Én most így visszagondolva azt gondolom, hogy erős tartást adott nekem azt, hogy ezeket a feladatokat egyben megcsináltam. És nem utolsó sorban, ugye Amerikában sportért ösztöndíj jár, az egy nagyon drága egyetemet kifizetett nekem a sportom. Egyetem. De ez rendkívüli kihívás egy fiatal számára. Ahogy írtad, hogy a matematika tanárod segített a középiskolában először, majd aztán remek edzők egyengedték az utadat. De ehhez kellett egyik oldalon tehetség, másik oldalról szorgalom. A tehetség nyilvánvalóan az kell, mert anélkül nincsen semmi. Viszont szerintem nekem az volt a legfontosabb, hogy nem éreztem magamon nyomást, hogy mindenáron teljesíteni. Ugye egy iskolának az a fontos, hogy a lehető legtöbb gyerek sportoljon, nem pedig az, hogy nagyszerű eredményeket érjenek el. Én egy későn érő típus voltam, egy hagyományos atlétika klubból jó eséllyel én kipottyantam volna, mert 14 évesen abszolút nulla
adottságot mutattam. Viszont későn serdültem, a tehetségem az 15-16-17 éves korban mutatkozott meg, és akkor egy robbanásszerű változás jött az én formámban. Úgyhogy én nagyon köszönöm ennek az iskolának, hogy volt az a türelem, hogy kivárják, hogy én felnőjek. Otthonra találtál Amerikában, hát nyilvánvaló, hiszen a nagyszüledet, illetve az édesanyád is ott élt. Ez nagyon sokat segített, de ki volt a mestered? Ki volt az, akit azt mondod, hogy elindított azon az úton, ami aztán a sikerekhez vezetett? Én több mestert emelnék ki, így a karrieremben, számszerűen hármat. Ugye az első volt a matematika tanárom, aki egyben az iskolának a futóedzője volt. Ő egy nagyon fontos ember volt az én életemben, mert figyelt rám a pályán, figyelt rám az osztályban, és figyelt rám az iskolán kívül is, hogy rendben legyen az én életem. A második mesterem az egyetemi edzőm volt, aki már egy professzionális mentalitást hozott bele a sportba, és segített, hogy egy következő szintet elérjek, még mindig amatőr körülmények között. És a harmadik mesterem volt itt Fehérváron az ARA edzője, Hirt Károly, aki a következő szintet meglépte velem, aki a profi mentalitást elültette a fejemben, aki olimpiákra nevelt, aki megtanította arra, hogy a sport az egy sokkal magasabb szinten is űzhető, mint amit én addig csináltam. Tehát kitűztél célokat, és ezt az edzőid segítségével meg is valósítottad. Hogy találtál rá a távokra? Hiszen nyilvánvaló, hogy amikor valaki elkezdi a futást, akkor ez még nem kristályosodik ki. A távra szerintem az ember véletlenül talál rá. Nagyon egyszerű a válasz. Az 1500, vagy az egy mérföld túl hosszú volt. Úgy éreztem, úristen, én ennyit nem tudok futni. Nekem bőven elég a 800. És azt is lentről a 400 felől közelítettem meg. Nyilvánvalóan ez tehetségről is szól, hogyha nekem 1500-hoz lett volna a jobb adottságom, akkor azt csináltam volna, de én nagyobb, szélesebb vállú, izmosabb futó vagyok, akinek van egy nagyon jó alapgyorsasága, viszont a hosszú távú álló képessége az meg nincsen meg. A célok, hogy mi volt nekem a célom, nekem 6 éves koromtól az volt a célom, hogy olimpiára menjek. Én kristálytisztán emlékszem arra, hogy 6 éves koromban a moszkvai olimpia közvetítését hallgattam a rádióban, és olvasgattam a tévérádió újságban, hogy mikor van közvetítés, hogy és emlékszem a sok ötkarikás szimbólumra a tévé újságban. Olvasni akkor még nem tudtam, de az ötkarikás szimbólumból tudtam, hogy ott van az olimpiai közvetítés. Volt példaképed? Gyermekként? Vagy később? Ifjontként Sebastian Coe volt az én példaképem, mert ugye ő mint világcsúcstartó, azt gondoltam, hogy elég nagy formátumú ember. Későbbiekben már sokkal kevésbé lett példaképem. Azt gondolom, hogy az emberek mindig csalódnak a saját példaképeikben, amikor ők felnőnek. Most a mai szemmel azt mondanám, hogy nem volt példaképem, de azért konkrétan emlékszem, hogy Sebastian Coe képe azért kim volt nálam a falon. Nyilvánvaló, hiszen te olyan időszakban vehettél részt ezeken a nagy versenyeken, erről nyilván majd fogunk beszélgetni, amikor ott volt Kóvet, és az én kedvencem Alberto Juan Torena is lehetett példakép bizonyos értelemben. Viszont az gyorsan kiderült, hogy a 400 rövid és az 1500 hosszú. Miként, ugye 400-on azért indultál az ARA színeiben, segítve a klubot egy-egy váltóversenyen, miként derült ki, hogy 800-an bizonyosan lesz esélyed? Melyik volt az első eredmény, hogy bekerülj az európai élmezőnybe? Egyetem első évében, amikor ugye jött az első igazi komoly szintlépés az én edzésmunkámban, akkor egy év alatt 4 másodpercet fejlődtem 800-on. Az ott az év, 19 éves voltam, fizikailag már kifejlett, és akkor egy új mentalitást, egy új edzésmódszert sajátítottam el, annak az eredménye azonnal jött. És akkor világos volt, hogy nekem a következő olimpián ott lehet a helyem. Ez ugye a 93-ban volt.
3 esztendővel később jött a centenáriumi olimpia Atlanta. Akkor viszont már itthon voltál. Akkor még Amerikában jártam egyetemre. Igen, de én azért tudtam, hogy én magyar színekben szeretnék olimpiára menni. Úgyhogy amikor eljött az ideje annak, hogy én már jegyzett eredményt futok, akkor megkerestem a Magyar Atlétikai Szövetséget, ami tényleg úgy volt, hogy a semmiből bekopogtam a szövetségi kapitány ajtaján, hogy itt vagyok. Kérdezte, hogy oké, de hát mit futok? Mondtam, hogy mit futok 800-on, mondtam, hogy hát 1.47.9-et futottam idén, és akkor ő mondta, hogy hát az kötve hiszi, mert azzal vezetném a magyar ranglistát, és ilyen emberek nem szoktak csak úgy beesni az ajtón. És akkor elmeséltem az én történetemet, hogy de hát én Amerikában is, hát ott futok, de tényleg, bizony Isten. Erről egyébként egy rendkívül érdekes cikk jelent meg a Nemzeti Sportban. Akkor népsport volt még. Igen. Nem, akkor már Nemzeti Sport. Igen, Máta Jandi írta. Igen, Máta Jandi írta. És akkor azt mondta a szövetségi kapitány, Mirei László volt, hogy hát hiszi is, meg nem is, jó, azért majd a következő versenyemről küldjek már neki jegyzőkönyvet, mert hát így bemondásra mindenki tud egy 47-et 800-on, de azért így szeretné papíron látni. És ez volt akkor a következő év, 95-95 tavasza, egy rendkívül jó eredménnyel sikerült 5. helyre feljönnöm az ottani országos bajnokságon, és annak a jegyzőkönyvét küldtem el Mirei Lászlónak, aki talán 2 perc múlva telefonált, hogy hú, hát jövő héten lesz az Európa Kupa, és hát ha szeretnék futni, akkor... Kapott az akarat, és szerettél volna futni. Így van. Ez ilyen értelemben eldöntötte a sorsod, vagy egyáltalán szóba került az, hogy nem jössz haza, hanem végleg Amerikában telepedsz le? Nyilván szóba került. Akkor 10 éve éltem Amerikában. Minden adott volt arra, hogy én ott maradjak. De 97 volt. Nem sokkal voltunk a rendszerváltás után. Én úgy éreztem, hogy egy új időszak kezdődött Magyarország életében, és az én tudásommal bennem volt ez a vágy, hogy megváltoztatni a világot, hazajönni egy új világban, új lehetőségek nekem. Én úgy éreztem, hogy én hazajövök. Jól tetted. Menjünk vissza Atlantára, hiszen nagyon érdekes volt a 800-as már az előfutam, hiszen egy remek eredménye bejutottál az elődöntőbe. Ez volt a cél? Nyilván minden sportolnál az a cél, hogy a lehető legjobb eredményt érje el, és minél tovább meneteljen, de azért ez ezen a távon egy óriási eredmény. A minimum cél mindig az, hogy tovább jutni a selejtezőből. Ott ezt hoztam, a középdöntő az már nem volt olyan nagyon a célos. Visszanézve elégedett vagyok azzal a szerepléssel. Fiatal voltam, tapasztalatlan, mély vízben voltam, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény volt ott. Az olimpia után röviddel arakos lettél. Én azt gondolom, hogy ez már a Hirt Károly és az ő edzői csapatához fűződik, de rengeteg verseny, 98-ban lettél először magyar bajnok, ha úgy tetszik, és utána 3-szor egymást követően, meg számtalan váltóban úgy szintén. Mi az, amit hoztál magaddal, amit megtartottál, és itt javadra vált? Amit Amerikából hoztál. Én 95-ben lettem az Araknak a versenyzője először, és nagyon meg kell köszönnöm itt is Hirt Karcsinak, hogy befogadott, hiszen ugye Amerikából jövet, nekem semmilyen kapcsolatom nem volt a magyar atlétikával. Karcsi pedig látatlanba, ismeretlenül hívott meg az Arakba és fogadott be, ami életem egyik legjobb döntése volt, hogy idejöttem. A legfontosabb, amit én szerintem hoztam, az a mentalitás. Ami úgy szól, hogy úgy éljük az életünket, hogy amit ma csinálunk, hozzáadjon ahhoz, amit holnap fogunk csinálni. De hogy ezt lefordítsam magyarra. A sport nem tart örökké. Nem leszünk örökké fiatalok, nem fogunk mindig gyorsan futni, nem fogunk mindig olimpiára menni.
lesz majd egy sport utáni rész is az életünkben. Ne tegyünk fel mindent egy lapra. Éljünk úgy, hogy a sport segítse, már elkezdje megalapozni a sport utáni életünket. És én azt gondolom, hogy ez nekem teljesen bejött. Amikor befejeződött a karrierem, az atlétika pályán egy új életem indult, nagyjából egy időben, és nem volt az, amit sokaknál látok, hogy ott ragad az atlétika pályán, szimplán mert nem tudja, hogy hogyan tovább. Történjék. Viszont egy kicsit még menjünk vissza az aktív pályafutásodhoz, hiszen 2000-ben újabb olimpia. Én azt hiszem, hogy a középtávfutó Magyarországon elérte azt, amit nagyon-nagyon kevesek, hiszen te ott volt Sydneyben is. De az már teljesen magyar színekben, a Hirt Karcsi vezetésével készültél el az olimpiára, és ha úgy tetszik, azt mondom, hogy ez már a csúcs volt ebben az értelemben. Így van, egy teljes olimpiai ciklust csináltam végig Karcsi vezetésével az Arak színeiben Magyarországon. Együtt edzettünk, jártunk edzőtáborokba, készültünk fel, és ugye ebben a két olimpia közötti időszakban voltak nagyszerű versenyek. A budapesti Európa-bajnokság például, ahol az első magyar csúcsomat futottam, vagy a genti Európa-bajnokság, ahol bronzérmes voltam. Nagyszerű, kiváló eredmények születtek. De ha már életút interjú, akkor azért egy pici csalódottság mégiscsak van bennem. Leginkább a második olimpia miatt. Mert egy remek eredménnyel bejutottál az elődöntőbe. 1.46.20-21. Így van, szuper eredménnyel jutottam tovább, helytálltam a középdöntőben is, de sérülten érkeztem Sydneyben, fájó lábbal futottam, és nagyon elfáradtam, frusztrált voltam attól az évtől, mert ugye az év úgy kezdődött, hogy márciusban EB bronzéremmel a világ tetején álltam, legjobb formában edzettem végig az évet a sérülésemig, és aztán az olimpia nem úgy sikerült, ahogy én szerettem volna. Én egy döntőt álmodtam magamnak, az elődöntőt sem szégyellem. De elfáradtam fizikailag, elfáradtam mentálisan, és a testem ugye fájt mindenhol. Hogy lehet feldolgozni egy ilyen csalódást? Nyilván azért ott voltak a társaid, edzőid, családod, aki segített ebben, de azért korán sem egyszerű, mondom én. Nem tudom, hogy fel lehet-e dolgozni. Nem is annyira a csalódást feldolgozni. Én a mai napig szoktam az olimpiáról álmodni. Nem tudom, hogy ez mennyire általános. Nem kérdeztem kollégákat erről, de 22 évvel később. Én a mai napig szoktam arról álmodni, hogy ott vagyok újból az olimpián, kapok még egy esélyt, ott menetelek a megnyitó ünnepélyen, ott vezetnek be a pályára a saját futamomhoz. Nekem az olimpia az életem meghatározó élménye volt. És ha lehet egy tanácsom a fiatal sportolóknak, vagy esetleg az én fiatalkori önmagamhoz, akkor az lenne, hogy ne felejtsük el élvezni a pillanatot, mert elmúlik. És amit akkor én a legtermészetesebb dolognak gondoltam, hogy hát én olimpiára járok, hát persze, hogy oda járok, az valójában egy elképesztően különleges lehetőség volt. És én ezt nem úgy éltem meg. Én ezt talán félváról vettem, hogy hát persze, hogy itt vagyok a VB-n, meg az olimpián, és azt mondanám, hogy most így a fiataloknak, hogy nagyon-nagyon-nagyon becsüljék meg azok, akiknek megadatik ez a lehetőség, mert ez életük végéig kísérni fogja őket. Igen, egyetértek, annál is inkább, de kimaradt a VB, pedig az évszázad utolsó esztendejében, ha 1999-et annak vesszük, akkor azért Japánban döntőbe jutottál, amit soha magyar középtávfutó, és sajnos azt mondom, hogy soha többé, én úgy gondolom, a jelenállás szerint legalábbis nem tudott még abszolválni. Azt hogy élted meg? Mindig jönnek. Jönnek. Új futók, jobb futók, rekordokat megdöntik, és mindig jönni fog egy nagy tehetség. Azért, mert most éppen nem látjuk, jönni fog. Azért volt számomra egy különleges élmény az a világbajnokság, mert ugye 3 egymást követő nap kellett futni, és én azért
hajlamos voltam arra, hogy elfáradjak. Nekem második, harmadik nap visszajönni, nagyot futni nagyon nehezen ment. És ez volt az a verseny, ahol napról napra jobb voltam, gyorsabb voltam, erősebb voltam, és a harmadik nap futottam egy elképesztően nagy egyéni csúcsot, ami ugye országos csúcs is volt közel két évtizedig. Úgyhogy igen, úgy gondolok vissza arra a versenyre, mint a karrierem egyik fénypontja. Lemaradtam a dobogóról, de nem szégyellem, mert olyan emberek kerültek elém, akik... Ugye Kip Ketter nyert, tegyük hozzá, aki akkoriban verhetetlen volt. Mikor érlelődött meg benned a gondolat, hogy vége? Hogy abba hagyod az atlétikát már, mint ezen a szinten? Ugye erre utaltam az utolsó olimpián, amikor sérültem, fájdalmakkal küszködve csináltam végig azt az utolsó három hónapot, mert én Sydneyben úgy sétáltam le a pályáról, hogy vége, hogy elegem van. És lehet, hogy akkor kellett volna nekem egy kis szünet után egy pszichológushoz mennem egy kiózanításra, mert én elengedtem ezt a nagy adottságot. Azt mondtam, hogy vége, én ezt a fejezetet lezártam, ideje elkezdeni az igazi életemet élni, mert ugye eddig csak a játék volt. És akkor kellett volna nekem egy társ, egy pszichológus, valaki, aki leültet és elbeszélget velem, és elmondja azt, hogy itt és most van az életed nagy lehetősége, hogy sportolj. Arra, hogy te újságot írj, hogy karriert építs, az mindig ott lesz. Arra ott van az életed hátralevő több évtizede. Sportolni itt tudsz most, fiatalon. De nem, én elengedtem, és nem tudtam visszahozni. Bánod? Persze, hogy bánom, igen. Nagyon bánom, mert öregszünk. Igen, nem leszünk fiatalabbak. Ugye? Ugyanakkor te elindultál a civil létben egy olyan helyre, amit nagyon kevesen tudnak megtapasztalni. Gondolok itt a Reuters-re. Azt mondom, hogy Reuters mindenki tudja helyjel közzel. Azt már kevesebben, hogy ez a hírügynökség már a 19. század közepén létezett az alapítónak köszönhetően, aki egy zseni volt, valljuk meg. És ha kimondjuk, hogy Korányi Balázs a Reuters magyarországi tudósítója, akkor az rangot jelent. Ami azt jelenti, hogy mélysége van a munkádnak, hasznosíthattad azt, amit az egyetemen tanultál, és ráadásul bejártad a világot, ha úgy tetszik. Tehát olyan gazdasági környezeteket tapasztaltál meg, és tudósítottál róla, amely itthon elképzelhetetlen. Ugye én kaptam egy hatalmas lehetőséget a Reuters-től, hogy újságíró lehessek, és mivel egy globális cég, több tucat irodával megadatott nekem az is, hogy külföldön dolgozzak. Úgyhogy én 12 éve megpályáztam egy állást, pont Sydneyben, Ausztráliában, szimplán azért, mert beleszerettem a városba a 2000-es olimpián, és megnyertem. És 12 éve felkerekedtem a családommal, először Ausztráliába mentünk dolgozni, aztán Norvégiába, aztán Németországba, és ennek során a családom világot látott, egy jó egzisztenciát teremtettünk meg, és gyerekek nyelveket beszélnek, nyitottak a világra, úgyhogy ebben aztán nincsen csalódás. És ráadásul megmaradt bizonyos értelemben a futás is. Bár én csodálkoztam, amikor olvastam róla, hogy középfelfutó, a hosszú távfutó magányosságát vállalja abban az értelemben, hogy fél maraton, maraton, aztán már spartatlon, tehát az valami elvarázsolt szellemiség kell ahhoz, hogy ezeket a hosszú távokat, hiszen ehhez ugyanúgy kell erőllét, ugyanúgy meg kell szokni, meg kell tanulni, ha úgy tetszik. Én arra jöttem rá pár évvel az aktív karrierem befejezése után, hogy én valójában imádok futni. Hogy én, nekem abból a mókuskerékből volt elegem, elfáradtam a sérülésektől, elfáradtam a versenyzéstől, de futni szeretek. És kimentem futni. És Brahiból beneveztem egy futóversenyre, aztán egy következőre, aztán egy félmaratonra, aztán kitaláltam, hogy egy maratont az embernek le kell futnia legalább egyszer az életében. És ezek mind meglepően könnyen mentek.
Azért mentem a hosszú táv felé, mert a hosszú távon én nem voltam senki. Minél rövidebbeket futottam, annál inkább az emberek néztek, hogy Korányi Balázs. Na, őt kell megverni. És én túl voltam azon, hogy én versenyezzek emberekkel. Én nem akartam 3-5 kilométereken valaki ellen futni. Én futni akartam, én egy futásban egy senki akartam lenni, aki fut. És amikor a maratont egyszerűen túl könnyűnek találtam, akkor ismerősök elhívtak engem egy 100 kilométeres terepfutásra. És az volt az első olyan futás, amire azt mondom, hogy na ez már döfi. Amikor 11 néhány órát futottunk az erdőben, és akkor aztán elfáradtam. Hogy jött az ultramaraton? Véletlenül. Azért, mert valaki hívott, mert valaki azt mondta, hogy hát ez egy olyan kívás, ami neked való, és én akkor Brahiból azt mondtam, hogy megcsinálom. Spartatlon, 246 kilométer, kinek jut eszébe ilyen marhaság? Hát annak, akit ugye megcsap ennek az íze, és egy barátom mesélt erről a versenyről, hogy ez milyen fantasztikus, és azt mondtam, hogy ezt ki kell próbálnom, és egyébként tényleg az. Megerősítést jelentett? Bizonyos szempontból igen. Nekem az ultramaraton egy meditációs gyakorlat. Ugye már nem az ifjú titán vagyok, aki szöges cipőben atlétikapályán fut, hanem én vagyok az, akinek ugye hétköznap irodában teljesítenie kell, nagy feszültség alatt kell gyorsan dönteni, és kell egy pont, amikor ki tudok kapcsolni mindent az életemből. Amikor ne legyen mellettem telefon, zaj, semmi, csak csönd legyen, és ne legyek elérhető. És ez a futás. És az ultramaraton erre a legkiválóbb, mert az ultrán tényleg megszűnik minden. Csak én vagyok, egyedül, van egy csőlátásom, csönd van, nincsen nálam kütyű, nem hallgatok zenét, maximum csak az órát nézem, és el tudok engedni mindent. És minden hosszabb, annál inkább ki tudok lépni ebből a világból, amiben élünk. És szerintem ez a lelki egyensúlyhoz egy nagyon fontos eszköz. Úgyhogy én így tekintek az ultramaratonra, hogy ez egy mentálhigiéniás gyakorlat. Tehát kerek a világ, ha úgy tetszik. A család is, és a két gyermeked? A két gyermekem mindent csinál, csak nem sportol. Minél inkább látják, hogy én sportolok, annál kevésbé akarnak. Képtelen vagyok hatni rájuk, de tinédzserek, úgyhogy azt mondom, hogy hát ha csak erről van szó, és majd idővel sikerül, de feleségem sporttal foglalkozik, ő személyedző, hosszú táv futókat edz, úgyhogy ő abszolút ebben a sportban van benne. Ugye most itt vagy Fehérváron, hiszen itt vagyunk a stúdióban, Hétkarcsival jöttél egyéb iránt, ilyenkor miről esik szó? Nagyon rég nem találkoztunk Karcsival, úgyhogy a régi szép időkről beszélünk meg, hogy kivel mi történt azóta. Amikor én itt edzettem, akkor ugye még a Sóstói stadionban voltunk, egy olyan atlétikapályán, amiről elkopott a gumi, és 200 méternél egy hatalmas nagy ilyen betondarab állt ki az atlétikapályából, úgyhogy kettes pályán kellett menni. Úgyhogy végignézni itt a Bregyó középpályát, az számomra egy elképesztően felemelő élmény, hogy egy ilyen csodát sikerült ide varázsolni Fehérvárra. Merre vezet az utad, a következő munkát, hiszen az elmúlt időszakban beleolvastam, tehát jószerivel a fél Európát meg a világot jártad, idén is. A következő utam innen a stúdióból Zalakarosra visz, ahol én egy ultramaraton futó edzőtáborban fogok részt venni 5 napig, úgyhogy most még egy kicsit kikapcsolok, de egyébként pedig Frankfurtba. Most Frankfurtban vagyok tudósító, monetáris politikáról írok, az Európai Központi Bankról, az euróról, európai makrogazdaságról. Azt gondolom, hogy az a legtöbb embernek ezek ilyen érthetetlen idegen szavak. Ez egy nagyon furcsa témakör, amivel foglalkozom. De a lényeg az, hogy az euró övezet gazdaságáról írok, és utazásaim során ugye leginkább az euróvezeti fővárosokban járok. Nos, hát akkor nyilvánvaló majd figyeljük az ultramaratont, meg egyébként is az eredményt. Szurkolunk neked, és köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm, hogy itt láttam.
Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Korányi Balázs volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!